Egy pályaorientációs napot tartottak a Dózsa György általános iskolában múlt szombaton. Mivel fiatal korosztályról van szó, nem cégek, vállalkozások, hanem a középiskolák csapatai látogattak el a dózsásokhoz. Mindegyik intézmény igyekezett bemutatni a maga profilját, hogy mit lehet és miért érdemes ott tanulni, na és persze, hogy milyen a diákélet. Erről pedig a leghitelesebb tájékoztatást maguk a középiskolások tudják adni a fiataloknak. Főként azok, akik maguk is dózsások voltak annak idején. Dózsa után a rudásba mentem, és most leérettségiztem, és már OK és tanfolyamon vagyok, és edzőnek tanulok sportszakon, és ezt fogjuk majd most bemutatni. Mindemellett persze külön élmény az is, hogy ismét visszatért a pályaorientációs nap idejére a dózsába. Hát most így picit olyan, mintha minden összement volna, így, hogy most már nagyobb vagyok, de nagyon jól esik újra itt lenni. Nagyon szép emlékek fűznek a dózsához, nagyon szerettem ide járni, nagyon szerettem a tanárokat is, és nagyon szép emlékek fűznek az iskolához. Sós Vanessa a dózsa után a Lóránffy iskolában folytatta tanulmányait, először ápoló, majd szociális gondozó szakon. Ő is örömmel látogatott vissza egykori iskolájába. Igazából ugye hoztunk olyan eszközöket, amiket mi használunk ebben a szakmában, és ugye ezzel arra szeretnénk önket biztatni, hogy jöjjenek erre a szakra, mert ugye nagyon hiányban van. A pályaorientációs nap megszervezésében és lebonyolításában a Dunai Városi Kereskedelmi és Iparkamara segített a Dózsa iskolának. Változatos programokat állítottak össze mind a felső, mind az alsó tagozatos diákoknak. A nagyobbak az iskola emeleti termeiben voltak, az alsósok pedig a földszinti osztálytermekben, ahol többek között kézműveskedhettek, kis ajándékokat, díszeket is készíthettek. Pályaorientációs napon próbálunk a gyerekeknek segítséget adni, hogy tudjanak tájékozódni a szakmák középiskolák választékában, és hogy majd 8. korukban felelősséggel tudjanak megfelelő iskolát számukra tetsző foglalkozást választani. Ez a 3. év, hogy pályaválasztási napot tartunk, és ennyi sok gyereknek mi magunk nem is tudnánk ezt megszervezni. Az iparkamarától kapunk minden évben nagyon nagy segítséget, idén is. Az 5. év folyamosokat a papírmúzeumba viszi az iparkamara, az alsó év folyamosoknak 1-től 4-ig játszóházat szerveznek ide az épületen belőle. A 6., 7., 8. év folyam pedig nagyon tartalmas programot kap az iparkamara segítségével a középiskoláktól. Ide jön hozzánk a Lóránffy, a Rudas, a Bánki iskola, a Hildesek, kézi munkára tanítják a 8-osainkat. Tehát nagyon-nagyon tartalmas programot tudunk így kínálni. A Dózsa iskola programnaptárában szerepel még többek között a karácsonyfa díszítő verseny és a karácsonyi műsor is a téli szünet előtt.